Sziasztok, kedves AVTV nézők! Mai rövid videónkban bemutatunk egy abszolút slágernek számító, prémium kategóriás utazós fejhallgatót, amelynek immár a második generációját köszönhetjük szerkesztőségünkben. Ez a Bose QC35-nek a második kiadása, és ezúttal ejtünk róla néhány szót. Ha valakik arra kíváncsiak, hogy mi a különbség a 2-es és 1-es generáció között, azok nyugodtan nézzenek meg egy másik videót, mert nincsen olyan nagy egetrengető különbség, hogyha már valaki megvette az első generációt, nem kell annak kidobni a kukába, csak a másodikért. Igazából nagyon apró ráncfelvarrások történtek, főleg a beépített mikrofonnal. Panaszkodtunk a korábbi QC35 cikkben arról, hogy a füles sokszor túlérzékenyen rögzíti a külvilág hangjait, és ezért tömegközlekedésben való telefonálásra mondhatni alkalmatlan volt. Ezt már nem éreztük ennyire az új QC35 esetében. Úgyhogy ez egy igen komoly pozitívum, természetesen ettől függetlenül még előfordulhat, hogy nagyon zajos szituációkban egy kicsit behűl úgymond a mikrofonja, de etéren tényleg egy kicsit fejlődött. Továbbá került rá még egy gomb erre az oldalra, amivel az aktív zajszűrés erősségét tudjuk két különböző, illetve három különböző fokozatban kapcsolni. Hogyha mondjuk repülőgépen ülünk, akkor felnyomhatjuk maxra, hogyha csak úgy az utcán, metrón jövünk, megyünk, akkor átmehetünk low fokozatba, illetve ki is kapcsolhatjuk teljesen. A QC35 tankönyvbe illő módon illusztrálja azt, hogy milyennek kell lennie egy mai utazós igényekre szabott terméknek. Nem lehet nagyon sok aspektusba belekötni, ilyen például az ergonómia is, illetve maga a megjelenés is, hiszen nem úgy néz ki elsőre, mint egy drága fejhallgató, de azt sem mondanánk rá egy vizuálisan, hogy egy gagyi fejhallgató. Valahogy olyan diszkrét, letisztult, a maga módján elegáns is, és ha mondjuk figyelembe veszük az ezüst verziót, még annak idején, amikor az első generációt teszteltük, akkor például az én barátnőm meglátta azt az ezüst kiadást, és azóta is gyakran emlegeti, hogy mikor kapja már meg a saját QC35-ösét. Hát még egy kicsit várnia kell, viszont most térjünk vissza az új QC35-re. Tehát ez a külső, ez egy nagy hangszórókamra mellett nyújt relatív kis formfaktort. Nem érzem azt, hogy egy űrállomással mászkálok a fejemen, ugyanakkor azt is érzem, hogy már passzív módban meglepően sokat kizárnak a párnái a fülesnek, hogyha pedig itt az oldalsó kis gombot eltolom, akkor pedig olyan, mintha az űrben lebegné, mintha szinte megsüketültem volna. Igen, mai napig továbbra is azt gondoljuk, hogy a Bose aktív zajszűrése az egyik legjobb, ha nem a legjobb az utazós fülesek között. A termék utazós előnyeire visszatérve hatalmas nagy pozitívum, hogy összecsukható, és ahhoz képest, hogy egy bumszli nagy On-Ear modellről beszélünk, relatív kompakt méretűre összecsukható, és ez fontos. Mármint azoknak, akik sokat utaznak természetesen, és akiknek fontos az, hogy a bőröndbe minimálisan gazdálkodva tudjanak pakolászni. Mindazonáltal kapunk hozzá mellékelve kábeleket is, nem csak a töltésre szolgáló micro USB-t, hanem egy jack vezetéket is, aminek itt van a dugója. Úgyhogy ha mondjuk úton, útfélen éppen mondjuk a laptopon meg akarunk nézni egy filmet, vagy el akarunk intézni valami munkát például, mondjuk meg akarunk szerkeszteni egy újabb AVTV epizódot, akkor tök jó, hogy nem kell egy második fülest magunkkal vinni, hanem ezt is lehet használni vezetékes fejhallgatóként. Egyébként maga a védőtok is sokat elárul a gyártó gondolkodásáról, illetve a hatékony tervezésről, ugyanis ilyennek kell lennie egy jó fejhallgatós toknak. Kicsi, kemény, cipzáros, strapabíró. Na szóval visszatérve az új QC35-re, továbbra is megkapjuk hozzá az applikáció alapú vezérelhetőséget. A női robot hang minket most már nem csak egy kicsit frusztrált, hanem nagyon idegesített, amikor minden egyes bekapcsoláskor mondja, hogy akkor most megkeressük a telefonodat, nem találtuk meg, még mindig nem találtuk meg,
Keresés sikertelen, csak mindezt angolul. Na, ezt egyébként nagyon jó hír, ki lehet kapcsolni, és akkor csak egy sheep szó az egész, és akkor vagy megtörténik a párosítás, vagy nem. Egyébként nagyon vicces, de igaz, hogy sokszor azon kaptuk magunkat, hogy nem is hallgatunk zenét, csak egyszerűen azért mászkálunk a fülessel a fejünkön, mert hogy olyan jó csend van még a belvárosban is. Nem tudom, hogy ti átértétek-e már ezt, kedves nézőink. Mindent összevetve, a maga árkategóriájában ez a bruttó kb. 125-130 ezer forint továbbra is jó vétel, az új QC35. Hogyha valaki korábban halogatta a sima QC35-nek a vásárlását, és nem tudja, hogy melyik közül válaszol, egyértelműen jobban jár a friss modellel, de igazából, ahogy korábban is említettem, inkább egy picit a kezelhetőség, egy picit a mikrofonnak a minősége az, ami javult. Bármilyen furcsa is, ennél a terméknél a szolgáltatások és a kialakítás előre valóbb valamivel a hanghoz képest, és igen, ez egy furcsa fordított világ, nem a hangja a legfontosabb, illetve a legjobb tulajdonsága a QC35-nek, nem mintha rosszul szólna, de hogyha valaki nagyon megszokta a hifi fülesek világát, akkor annak elsőre visszalépést lehet az ő hangja. Egy ilyen light cola jellegű karaktert kapunk, kicsit visszafogott, viszonylag testes basszusokkal, egy könnyed, laza karakter, amit órákon keresztül el lehet hallgatni, nagyon kellemes, de nem akar részletező lenni, van benne egy ilyen kis korlát, hogy jaj, akkor, hogyha valami egy kicsit finomabb, vagy egy kicsit hátrébb van, vagy egy kicsit fémes, az a csillogó gitárhang, akkor azt inkább hagyjuk békén, kicsit fátyolosítsuk el, és akkor az majd ott jó lesz, ott egy kicsit hátrébb. A sztereó hangszínpad egyébként relatív stabil, dinamika is meglepően jó, és Bluetooth fejhallgatókhoz viszonyítva jó dinamikát, jó lendületességet, jó, tényleg egy szórakoztató hangot kapunk, és persze hifi is megközelítéssel érezni azt, hogy nem egy ultra precíz füles a QC35, de attól még vannak olyan szituációk, amikor bőven jó leső élmény egy ilyet hallgatni. Hogyha van a termékkel kapcsolatban további kérdésetek, amit itt a videóban nem válaszoltam volna meg, akkor ne féljetek föltenni, és nagyon szívesen megválaszoljuk nektek. Hogyha pedig van esetleg olyan Bose termék, amiről még nem hallottatok, akkor írjatok, hát ha be tudjuk nektek linkelni arról a készült cikknek a linkjét, hát ha fenn van már itt az AVTV műsorában. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!